Na, nézzünk körül akkor egy kicsit itt a, az excel a felületén. Azt lehet csinálni, hogy vannak a billentyűzeten nyilak, és akkor kényelmesen lehet ugrálni a cellákban. És akkor így lehet mozgolódni, és akkor lehet persze mindenhova írni dolgokat. Amit jól esik, hát így kell adatokat bevinni az Excelbe közben egy kattintani is lehet, egérrel lehet görgetni, nagyon hosszú az Excel, szóval nagyon sok a játszóhely, bármit lehet csinálni, még olyan, olyan dolgokat is lehet csinálni, hogy meg kell nyomni a Ctrl gombot, bal alsó sarokban a CTRL gombot, és az egér görgővel lehet így távolítani. Szóval nagyon sok hely van itt, tehát ez egy játszótér, egy ilyen kis univerzumként lehet felfogni az Excel-t, nagyon kellemes itt időt tölteni, mert sok játszótér van, hogyha itt összegányoltad a környéket, meg mindenféle ilyen random koszt hagytál magad után, akkor szépen odébb mész egy kicsit, nyomod így a jobb gombot, és akkor itt tiszta játszó felületed van, itt is elkezdhetsz alkotni. Na, úgyhogy uh, itt nagyon sok mindent lehet csinálni az Excelben, <kül> ki lehet jelölni itt baloldalt, sorokat is, ezeket ki lehet, mindenféle lehet csinálni, hogyha itt jobb klikkel rákattint az ember, akkor ki lehet törölni sorokat, be lehet szúrni sorokat, hogy Beszúrás, akkor be, bejön egy új sor a semmiből. Tehát, hogyha így írtál adatokat, és itt meggondoltad magad, hogy ide közé szeretnél rakni valamit, akkor itt is lehet csinálni ezt, hogy beszúrás, és beszúrod. És akkor ide is írhatsz valamit. Na. Ilyen funkciók is vannak. Akkor lehet rendezgetni, tehát olyan dolgokat lehet csinálni, cellákat lehet egyesíteni, itt van a Celle Egyesítés gomb, Egybe lehet vonni ilyen egész cellákat, és akkor szépen ilyen alakzatokat lehet kialakítani, hogyha ilyen felületeket szeretnél ide írni. Ez így néz ki. Keretezni is lehet, tehát kijelölheted. Itt itt lehet keretezni. Mindenféle ilyen keret közül lehet választani, ezt szoktam gyakran használni, minden szegét bekapcsolok, és akkor, hogyha itt cellák egyesítve vannak, akkor így néz ki a terület, hogy egy helyre lehet írni. Na, ilyen nagy celláknál ugye az is fontos, hogy hogy rendezzük el a szöveget a cellákban, tehát ilyeneket lehet itt csinálni ezekkel a gombokkal, középre lehet rakni a szöveget, vagy tetejére lehet rakni, egyik cellánál máshogy lehet csinálni, össze-vissza meg lehet ezt így határozni. Ezzel pedig az, hogy cellán belül melyik irányba. Tehát igazából bármit lehet akkor itt állítgatni. meg lehet, hogyha egy cellát kijelöl az ember, akkor annak külön lehet állítani a szegét, ilyen vastagságot be lehet ott állítani, de persze ezt ugye a cellaformázásban is meg lehet csinálni, tehát így sokkal részletesebben meg be lehet a dolgokat, hogy hova helyezed a szöveget, meg lehet dönteni itt a szöveget, hogy ilyen ferdé rakod be a szöveget. Tehát ilyen, ilyen módon is lehet itt. Ez a cellaformázás itt érdemes böngészni, mert nagyon sok mindent be lehet állítgatni. Nem lehet elrontani, tehát ki be lehet kapcsolni a dolgokat, mindenki ki lehet próbálni, hogy hogy nézzenek ki a szövegek, betűtípus, méret, szegélyeket nagyon részletesen beletállítani, bal oldala az kicsit másabb legyen, a jobb oldala az, ez, a, ez az oldala az ilyen legyen, ez az oldala az ilyen vastag, itt nagyon részletesen be lehet állítani, színeket is be lehet állítani, meg a védelmet, ami nem tudom pontosan, és akkor nagyon részletesen be van állítva itt a cella. Itt csak, itt a kezelőfeledben csak az alapokat lehet. Itt is lehet ilyen dolgokat, hogy itt a szöveget lehet eldönteni. Szóval itt így kéznél van. Ki lehet kapcsolni, ez a normál. Betűtípus lehet módosítani itt. Times New Roman szeretem nagyon. Kidobja. Betűméretet. ezeket lehet itt formázni, tehát itt mindent lehet szerkeszteni. Kínaiak meg a japánok egyébként valamilyen furaokból kifolyólag mindent excel csinálnak, tehát a, olyan dokumentumokat, amiket a rendes ember Word dokumentumot csinál, azokat is excel szerkesztik meg, mert kijelölnek egy ilyen területet, ami egy ilyen nyomtatási kép, A4-es nyomtatás, akkor ezt itt elkezdik itt szerkezgetni. És akkor itt, itt hozzák létre a dokumentumokat, nagyon szépen elhelyezve, ilyen cellákba lebontva. Mert ugye az a jó, hogy a cellákat nagyon pontosan lehet szabályozni, hogy cellát egy cellát egyesítést meg tudhatározni, hogy mekkora lehet a szöveg, ez belefér, stb. Tehát itt ezeket lehet csinálni. Na úgyhogy mindenféle ilyen dolog van. Másolni hogyan lehet, ugye? Másolás, beillesztés. Ugye van, van egy ilyen jelenség, hogy egy egy. Ezt, ezt a kettőt össze lehet adni. Ugye ez már múlt órán volt egy ilyen kalkulátor, tehát itt most itt megjelenik egy és ezt is lehet másolni. És akkor itt meg, meg lehet látni a többi funkciót, ha ezzel bemásolom, akkor csak a számértékeket. Vagy hát itt egy ilyen összeget, tehát így az eredményeket. Tehát, így más, tehát lemásolja konkrétan, hogyha ezt az első funkciót választja az ember, akkor mindent lemásol a formázást, hogyha ez piros lenne akkor a formázást is lemásolná. Ez az első, első beillesztési forma, ez mindent lemásol. Ez csak a számokat, az értékeket másolja ki, tehát nem, nem lesz beírva itt a függvény, itt csak az lesz, egy kettes. Itt be van írva a függvény, ez itt számol. Ha ezt itt átírom, akkor átíródik. Itt, itt, ha átírom, akkor nem íródik át, mert ez csak a számérték, mert így illesztettem be. És akkor csomóféleképpen itt a függvényt is be lehet, ugye csak a függvényt hagyja meg a formázást, hogy ilyen színes volt, azt elhagyja, de beilleszti a függvényt. Sokféleképpen lehet transponálva. perdén, de ebben is benne van a függvény, tehát így akkor át lehet írni. Kal át lehet szerkeszteni így a kalkulátorokat ezzel a transponálással. A transponás az, amikor így merőlegesen ezzel elfordítja. Előnézetet is ad egyébként, tehát így ha csak ráviszed az egeret, akkor előnézetet is mutat ez nem tudom, ez csak a formázást viszi át, hogy csak zöld volt a háttér, meg formázási elemeket. Csatolt beilleszt, és ez más dokumentum, az nem tudom, mire való. Használjuk. Na, ilyenek vannak, akkor itt... Ez nem tudom, ez mi. Ját ja, ez ilyen bekezdéseket, bekezdéseket rak, ilyen space-t rak elé, nagyjából. Ilyen kultúrát abban van megoldva, hogyha így azt akarod, hogy a szöveg bejebb legyen, akkor ezzel a gombbal így tudod bejebb taszigálni a szöveget, szakszerűen, ha még így is szeretnéd. Ezek, ezek ilyen bonyolultabb funkciók, itt ilyen függvényeket lehet meg megadni, hogyha egy érték nagyobb egy cellában, mint valamekkor, akkor legyen más színű. És akkor itt van mindenféle, hogyha nagyobb az érték egy cellában, vagy kisebb, akkor más színűvé lehet változtatni a cellákat, ez ilyen okos formázást tesz lehetővé ebbe a cellába. Ki lehet választani, hogy piros kitöltés, és akkor nem tudom. Mindegy, ez, ezek ilyen részletek, ezekkel most nem foglalkozunk, az egy másik rész. Tehát ez a formázás. És ugye kényelmesen lehet pakolni az adatokat, tehát hogyha így pakolászni szeretnéd, akkor ugye rá kell vinni így az egeret, ilyen nyilas lesz egér, és akkor így lehet így pakolászni. Néha egyébként, hogyha ilyen egyben nyitott cellákat akarsz mozgatni, akkor néha kap egy ilyen hiba üzenetet, és ezt nem lehet megtenni, olyankor le kell szedni az egyesítést, át kell mozgatni, ahova szeretnéd, és akkor ott újra egyesíteni kell, tehát néha vannak ilyen nehézségek, Néha automatikusan megcsinálja, tehát hogyha például itt akarom mozgatni, akkor meg lehet csinálni, csak hogyha így én furán akarom elhelyezni, akkor néha, néha lehet, hogy gondot okoz. Így egybe egybelóg én teljesen odébb rakod, akkor, akkor lehet, hogy meg tudod csinálni így. Egyben nyitott cellával is. Na. Nagyjából ezek a kezelőfelületek. Beszúrás kezelőfelületek, hát ez már egy következő rész lehetne. Mindenféle alakzatot, képet beszúrni, ez majd legyen egy következő rész. Az alapkezelési funkciókon itt végigmentünk. Még cella színezés. Itt lehet színezni a cellákat bármilyen szint ki lehet választani, ha hát nem elég ez a szín, ami itt van, akkor itt további színeket lehet keverni, teljesen egyéni módon itt már kódokra lebontva beállíthatod a cellák színét, és akkor olyan színű lesz. Szöveget is itt be lehet állítani, szövegnek a színe milyen legyen. És akkor olyan lesz a szöveg. Te, te teljesen testre lehet szabni, ki lehet jelölni, keretet lehet neki szabni, kijelölök egy ilyen részt, amit részletesebben akarok keretezni. Itt látszik, hogy most egy másik keretet raktam rá, és levette a vastag keretet, ezt vissza kell rakni, tehát így rétegekbe kell gondolkodni, újra, újra rárakom a vastag keretet, és akkor a széle is jó ott. Szóval vannak ilyen trükkök, amikre így érdemes odafigyelni, figyelni, hogy addig kell csinálni, még jó. Jó nem lesz, így próbálgatni kell. Betű méretét lehet növelni, csökkenteni. Ja, egy nagyon fontos dolgot még elmondok, tehát hogyha én nagyon sok szöveget szeretne valaki beleírni egy ilyen cuccba, akkor látszik, hogy nem töri el a szöveget, tehát nem lesz két sor belőle soha, ez így egybe van. Ha el akarod törni, akkor te valahova odarakod a gombot, ezt a pálcikát, megnyomod az altot és az entert, és akkor ott el tudod törni, meg bal oldalon a Windows gomb mellett van az alt gomb, azt le kell nyomni, és az entert meg kell nyomni, és így lehet tördelni a szövegeket cellán belül. Ez nagyon hasznos funkció, hogyha így azt akarod, hogy elférjen. Na, ilyenek vannak. A cellaformázásban még rengeteg opció van, amit meg lehet nézni, tehát itt a cellaformázásnál ezt az elsőt, a számot kell nagyon fontosan tudni, nagyon fontos megjegyezni. Itt be lehet állítani a számértéknél részletesen, hogy hogyan jelezze ki. Ha azt akarod, hogy kultúrát legyen a Excel, akkor ne legyen végtelen tizedes jegy, vagy túl kevés, hanem itt be lehet állítani, hogy pontosan egy tizedes jegy legyen a számoknál, vagy írja oda, hogy forint, mindenféle érdekes dolgot itt be lehet állítani, de itt nagyon, nagyon részletesen kell ismerni ezt a felületet, hogy itt mindent szépen be lehessen tudni állítani a cellába, hogy hogyan jelenjenek meg az értékek benne. Ez bonyolult ilyen kódokkal teljesen testre lehet szabni. Mert mindenféle ilyen trükköket lehet csinálni, erről Videókat kell nézni, külön az interneten, de nagyon durva dolgokat meg lehet csinálni egy cellával. De én, én csak azzal szoktam foglalkozni, hogy a tizedesélyek jól legyenek. Kettő tizedes jegy legyen, és akkor bármilyen számot írok ide, ezt a Word automatikusan, vagy ez a program automatikusan két tizedes jegyre számolja, és akkor kultúrát lesz. Úgyhogy ez van, én egyébként úgy szeretek adatokat bevinni, hogy itt megnevezem, hogy mondjuk sebesség, ide rakom a, vagy kapszlok, sebesség, ide rakok egy számértéket, és akkor ide a mértékegységet. És akkor mit tudom én, hogyha itt át akarom írni, nem tudom, lehet, hogy osztani kell, Így szeretem bevinni az értékeket, és akkor látszik, hogy itt automatikusan nagyon tágra húzza a cellaformázás. Ezt átírom, ez itt legyen számérték, egy tizedes jegyig, ezt átírom. Ha nagyon részletesen be akarom állítani, ez legyen szöveg, ez is legyen szöveg. És akkor így biztos jó. Be lehet állítani színeket. Így, így. És akkor lehet mindenféle csinálni. Szerkezgetni. Na, nagyjából itt, ez itt mi? Ja, itt ilyen egy, egy gombnyomásra be lehet adni egy ilyen szumma gombot, hogyha össze akarsz ide, ide össze akarsz adni valamit, ezeket itt összeadod. Enter. És kész egy szumma parancs, ugye nem, akkor megúsztad azt, hogy be kell az, hogy szum, zárójel, összeadás, ezt meg lehet úszni azzal a gombbal ezzel itt kitöltés, nem tudom ez mi. Ja, ez, ez, pedig a lehúzás funkció, tehát hogyha ezt, ezt egy gombnyomással akarod megcsinálni, akkor, akkor ez itt neked megteszi ezt. Csak hülyén. Törölni is lehet, sorba rendezni, hogyha sorba akarod rendezni a számokat, itt megteheted. Rendezés az mondjuk eléggé össze tudja kócolni az Excel fájt, úgyhogy én ezt ritkán szoktam használni. Sorba rakja. Na, úgyhogy itt vannak ilyen érdekes funkciók, lehet próbálgatni, ez nem is tudom pontosan mire, jó, ez valószínűleg cellaformázás. Ez maga a cellaformázás szerintem, ami ott van. Szám, szöveg, ja, itt át lehet állítani, tehát itt meg lehet csinálni azt, hogy mire akarod beállítani, tehát nem kell bemenni ide ebbe a itt küzdeni, hanem itt is lehet ezeket nyomkodni, hogy hány tizedes jegyig írja ki a számot. Ez legyen egy szám, tizedes jegy, legyen több, legyen kevesebb. Nagyon kényelmes, ezt most tanultam meg, hogy itt küzdelem nélkül is meg lehet oldani azt, hogy szép legyen az Excel táblázat. Tehát ez ilyen hasznos, ez ilyen formázási funkciók vannak itt. Na, ennyi lett volna a mai videó, ez ilyen tényleg alapok lehet pakolászni, rendezgetni, szerkezgetni, és akkor szép Excel táblázatokat lehet csinálni. nem kultúrá dolgokat, és akkor következő részekben akkor majd tovább, megy, tovább, megyünk a felületeken itt, ezeken a további dolgokon, hogy miket lehet itt csinálni. Na